A bajnoki szezon utolsó hazai mérkőzését játszotta U19-es labdarúgó csapatunk Nagy Igmánd ellen május 25-én. A rivális szomszédvár együttese nagyon erős összeállításban érkezett, és meggyőző játékukkal felülmúlták a mindössze egy cserejátékossal kiálló bábolnai gárdát. Legényeink tisztességgel helytáltak, de nem sikerült az alsóház legjobb helyezését elérni. Bábolna SE U19, Nagy Igmándi KSK U19, 3-4. Az U19-es csapat is most már a bajnokság vége felé jár, még egy mérkőzés van hátra. Ugye a rivális Nagy Igmánd járt itt, akivel ugye az alsóházban a 7.-8. helyért küzdött a csapat. És azt hiszem, hogy ez a találkozó mindent eldöntött, sajnos a Nagy Igmánd javára. És már az első félidőben tulajdonképpen majdhogy nem eldőlt ez a mérkőzés, mert akkor már vezetett a Nagy Igmánd 3-0-ra. Így van, én azt gondolom, hogy a mérkőzés képe alapján egyébként egy nagyon jó csapattal érkezett ide a Nagy Igmánd, jó focit is játszottak, egészen addig, amíg ugye náluk is a felnőtt játékosok, akik ma játszottak, le nem cserélődtek. Aztán azért közben a miénknél azt észre lehet venni, hogy sajnos még ellépett a Nagy Igmánd, utána csak futottunk az eredmény után, de jöttünk föl, volt 3-2 is, és akkor volt a meccsben egy olyan fordulópont, ami sajnos nem a mi javunkra döntött el a találkozót, hiszen a 3-2-nél, amikor jöttünk föl, benne volt, utána kaptunk egy gólt, és sajnos onnantól kezdve ez a mérkőzés eldőlt. Jól játszott a Nagy Igmánd, próbáltunk küzdeni igazából, de sajnos ennél többet nem tudtunk, plusz ugye azért az nem beszélve megint csak az a nehézségünk, hogy egy cserénk volt, és hát ezzel így frissíteni nem nagyon lehet. Pedig itt voltak a csapatban mondjuk az ászok, tehát a Valkó, Ikrek, illetve azok a játékosok, akik már stabilan a felnőtt csapatban is játszanak. Nyilván ez a kevés csere, ez azért komolyan rányomja bélyegét az ilyen mérkőzésekre. Bizony, meg hát én azt is gondolom, hogy most már azért így a bajnokság végeztével, vagy vége felé közeledve, azért ezek a játékosok is fáradnak. Tehát nekik így, hogy szombat-vasárnapi ritmusban játszanak szinte egész végig, ez azért előbb-utóbb kiütközik. Most már itt a sokadik meccsen, ami valóban előbb-utóbb ki kellett ennek jönnie, tehát azért ez a fáradtság, ez rányomja ennek a bélyegét. Ettől független azért dicsérni tudom a fiúkat, hiszen az utolsó, az alsóházi pályafutásukat igazából nagyon szépen lejátszották, hiszen folyamatosan a 4 meccsből 3-at megnyertek, tehát azért nem volt ez egy rossz széria. Tulajdonképpen majdnem, hogy azt lehetne mondani, hogy ha ez korábban jön ez a jobb széria, akkor akár a felsőházban is küzdhetett volna a csapat. Igen, természetesen örültem volna annak, hogyha esetleg
felsőházba bekerülünk és jobb ellenfelekkel tudunk játszani. Bár azt kell mondjam, hogy igazából, ha a realitások talaján mozgunk, akkor most ennek a csapatnak ez a közép ház, ami a megfelelő, ez a közép mezőny, ami megfelelő, hiszen főként ezekre az okokra is hivatkozva tudom azt mondani, hogy ugye mivel kevesen vagyunk, ezért változtatni sem lehet, felnőttből kell játszani, dupla meccseket játszanak, tehát nehéz volt ez a félidény. A jövőben ugye még egy mérkőzés van hátra, ez már nem fog változtatni a helyezésen, de akkor tekintjük előre a jövőbe, hiszen ez a csapat azért javarészt folytatni fogja a mérkőzéseket. Kikre fogsz tudni számítani, kik vagy kikre nem a csapaton belül? Nagyon nehéz a helyzet ebből a szempontból, ugye mivel az U16-os csapatunk azért sajnos a bajnokság végeztével is nemhogy erősödött, hanem majdnem azt tudom mondani, hogy gyengült, hiszen rengeteg gólt kaptak, és sajnos ennek is köszönhető az, hogy a játékosaink nincsenek. Most próbáljuk ott az U16-os csapatot is megerősíteni, amennyire lehet, vagy reméljük, hogy sikerül az a lépés, amit most tervezünk. De ez biztos, hogy nem fog egy idényen keresztül menni, hogy ezek a játékosok folyamatosan felnőttbe és itt is játszanak. Igazából ez a csapat, ha ez így együtt marad, hatna, akkor azért egy jobb szériát tudna menni majd a következő bajnokságba. Természetesen ez edzésmunka kell, és hát hogy hogyan fogjuk ezt összehozni, én azt gondolom, ez a jövőnek a zenéje, de hát bízom a játékosokba, bízom ezekbe a gyerekekbe, főleg így a második tavaszi szezonban egy egész szép szezont produkáltak, és mondom még egyszer, hogy sajnos ezeknek a nehézségek ellenére is, és természetesen azt gondolom, hogy ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki ezt támogatta, és együtt tudtunk működni. Itt külön köszönet természetesen a felnőtt csapatnak, a felnőtt csapat edzőjének, a Józsa Petinek, hogy azért a játékosokat ő sem tudta pihentetni, de sajnos ez most ilyen volt ez a szezon. Ide-oda, vissza természetesen, nekünk is kellett a támogatottság, illetve a felnőtt csapatnak is, de így az utolsó hazai meccs után én azt gondolom, hogy köszönet a szezonért, vezetőknek, edzőknek, mindenkinek, aki segített bennünket. Így, Bence! Gól! Ott van a...